130 évvel ezelőtt 1892-ben tartották az első ünnepi közgyűlést a Megyeházán, amelyet az eklektikus stílusban alkotó Alpár Ignác tervei alapján építettek fel csak nem egy év alatt. Az épület azóta is Szabolcs-Szatmár-Bereg megy egyik legjelentősebb építménye, amely országos viszonylatban is többek szerint a legnagyobb megyeháza. 1908-ban az épület északi, főispáni lakás feletti részén a tetőszerkezet tüzet fogott, és a tűz átterjedt a díszterem felső részére is. Így a boltozat beszakadt, de a helyreállítás után ennél nagyobb jelentős kár nem érte. Ettől függetlenül a több mint 100 éves tetőszerkezet elérkezett abba a korba, amikor már jelentős rekonstrukcióra szorul. A megyeháza épülete Szabolcs-Szatmár-Bereg megyének az egyik legszebb középülete, és bizony felújításra szorul. A megyei önkormányzattal közösen, akikkel lakjuk ezt az épületet, abban állapodtunk meg, hogy 3 ütemben szeretnénk ezt végrehajtani, és ami jó hír, hogy az első ütemre a támogatást azt megkaptuk a kormánytól. Gulyás Gergely miniszter úr személyesen járt el abban, hogy egy 500 millió forintos támogatási keretből az első és a legfontosabb lépés a tetőfelújítása az megtörténhessen, és utána 2 további ütemben pedig szeretnénk, hogyha az egész épület meg tudna újulni a következő években. A felújítási munkálatok műszaki ellenőre szerint a megyeháza a kor csúcs technológiájával épült meg, amelyet az is bizonyít, hogy a tetőszerkezet ennyi éven keresztül képes volt épségben maradni. Eredetileg természetes palával volt fedve ez az épület, ez sem minőségben nem érhető már el, mert közel 100 évig szolgált az a természetes pala, amit annak idején fölraktak, sem anyagilag egyszerűen lehetetlen lenne ezt az eredeti anyagot föltenni. Viszont a ma szokásos műemléki környezetben használt anyagokat próbáltuk ebbe betenni, és azok közül is a legelfogadottabbakat és a legjobb minőségűeket, így például a festett alumínium lemez tetőfedanyag kerül föl, ugye a mazárt tetőszerkezetre is és a nyeregtetőre is ugyanaz az anyag kerül föl, az alacsonyabb hajlásúra egy egyszerű síklemez korcolt fedés kerül, a meredekebb hajlású tetőrészeken pedig a palafedésre nagyban hasonlító úgynevezett aluzsindej kerül föl, ami egy rendkívül igényes, nagyon szép nemes anyag. Amit lehetett, saját erőből eddig is megtettek, mondta el Sesták Oszkár, aki emlékeztetett az Alpár Ignác terem nem régiben történt felújítására, amelyet a megyei önkormányzat saját forrásból finanszírozott. Így néztek ki korábban a megyeháza nyílászárói, amelyeket szintén kicseréltek, jövőre pedig több mint 700 millió forint értékben korszerűsítik az épületet. Az eredeti korszerűsítésre talán már mondhatom, hogy megvan a pénz, megvan a kedvező területi operatív programból finanszírozott döntés, amelynek ugye egyébként a megyei önkormányzat a gazdája. Itt 750 millió forintot nyertünk már a minisztérium, illetve az Európai Unió pályázatán, amiből ez a bizonyos energetikai rekonstrukció reményeink szerint jövőre elkezdődhet. Sesták Oszkár elmondta, a megyeháza külső és belső rekonstrukciója egyaránt kormányzati forrásból valósul meg, az energetikai felújításra azonban már tudnak Európai Uniós forrásokat is bevonni, amit jövőre meg is tesznek. A felújítás 3. szakaszában a megyeháza épületének teljes rekonstrukciója szerepel, amely egyelőre a tervezés fázisában van.